Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 13 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vicsei Károly. Az aradi vértanúk kultusza már a tragédia napján elkezdődött, hiszen a kivégzések után néhány órával már tömegekben zarándokoltak a gyászolók. Mindenki sírt, fohászkodott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak. Október 6-án az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést, sokfelé gyertyagyújtást, koszorúzást tartanak. Ezt a napot a kormány 2001-ben a Magyar Nemzet Gyásznapjává nyilvánította. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően Aradon kivégzett 13 vértanúra és a Pesten kivégzett Batthyány Lajosra Magyarország első felelős miniszterelnökére emlékeznek. Megyeszón a művelődési házban is felelevenítették a történelmi eseményeket. Az aradi vértanúk évfordulóján a tiszteletadás mellett ünnepélyes műsorral, irodalmi színpaddal készültek a megyeszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola 6. A és B osztályos tanulói. Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz termetője, virújjanak sírjaikon vérvirágok, felejthetetlen légyen az ő halálok. A multidézés végén a szereplők egy-egy mécsest gyújtottak meg, és helyeztek el a színpad szélén, ezzel tisztelegve az aradi vértanúk emléke előtt.